Fotók a kedd délutáni közmeghallgatásról, amiket a belváros képviselője osztott meg. Összesen 8-an mentek el a pécsi parkolási rendeletről szóló megbeszélésre, panaszolta Kővár János. A politikus szerint ez nem csoda, hiszen a belvárosban okozza a legnagyobb feszültségeket a parkolási helyzet. Az új elképzelések miatt azonban ez megváltozik. Minél kevesebb autó hajtson be a belvárosba, illetve parkoljon itt, de ez ne érintse a helyben élőket, azaz az ő kedvezményeik, akik itt élnek, azoknak a kedvezményei megmaradtak, sőt ki is bővültek. Ellenben, akik pusztán parkolásra használnák a történelmi belváros parkolóit, amiből kevés van, azoknak viszont nehezebb lesz bejutni, illetve többe fog kerülni. Így változtatnák meg a rendeletet, derült ki kedd délután. Azonban félő, hogy az autókkal a történelmi belváros közvetlen közelében próbálnak megállni azok, akik kiszorulnak, például a mecsek oldalon. De erre is lesz megoldás a képviselő szerint. Ezeken a helyeken, ott pedig az volt a lakóknak a kérése, és ezt is igyekeztem képviselni, hogy segítsük őket abba, hogy ne oda tolódjon föl most innen a parkolás, ezért korlátozott várakozási övezetek lesznek a belváros körül, ami azt jelenti, hogy ott lehet ugyan parkolni, 2 órát lehet parkolni, és utána el kell majd hagyni a helyet. Nyilván erre azért van szükség, mert az ott lakókat sem terhelhetjük azzal, hogy a belvárosi forgalom odajön. A végleges megoldás azonban új parkolók létesítése lenne Kővár János szerint, illetve parkolóházak építése, ami tehermentesíthetné a pécsi belvárost. A parkolási rendszer módosításáról még ebben az évben dönthet a pécsi közgyűlés.